estét kívánok! Köszöntöm kedves nézőinket! Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg a mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nyiriné Kátai Katalin, aki adventi dísz ötleteket ad nekünk. Köszöntöm kedves nézőinket, adventi időszak van, mai vendégünk Nyiriné Kátai Katalin, a Kovács Mihály Tagiskola pedagógusa, akit azért hívtunk ma meg egy stúdió beszélgetésre, hogy ötleteket adjon nekünk erre az időszakra, arra vonatkozóan, hogy hogyan is, mivel díszítsük fel lakásunkat, otthonunkat. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, és köszöntök mindenkit. Évről évre mindig hoz nekünk nagyon sok kreatív ötlet alapján készült dolgot, díszt. Az idén mi a trend? Az idén több trend is van. Az egyik, ami a havas tájat idézi vissza, tehát a hófehér. Aztán trendi az elegáns, ami az aranyat vagy aranyfehér esetleg. A természetes anyagok, ami azért általában menő vagy trendi. Illetve a klasszikus, ami a piros-fehéret idézi. Minden évben megbeszéljük, hogy milyen színű díszek lesznek a karácsonyfáján, az idén mire számíthatunk? Az idén egy extra kis fát fogok díszíteni, ugyanis szobafenyőt fogok most földíszíteni, majd igyekszem megmutatni a város felé is. Nagyon picike, apró díszekkel nyilván, hogy ne sérüljön a fa. Aztán a színek majd most még kiderülnek. De a klasszikus lesz, vagy klasszikus, trendiből válogat? Klasszikus. Mindenképpen klasszikus, az illik be a lakásomba. Én a piros-fehér mellett szoktam voksolni, és a lakás úgy van földíszítve, tehát természetesen... Ezt akartam kérdezni, hogy föl van-e már díszítve a lakás, család, igen. Hogy viseli? Igen, igen. Tehát ők szeretik, elvárják. Úgy is mondhatnám, nagyon így érezzük jól magunkat otthon, én azt gondolom, a családdal együtt. A Kovács Mihály Tagiskolában egy kreatív szakkört vezet, gyerekekkel készülnek-e már erre az időszakra? Így van, a gyerekekkel is készülünk. Itt is hoztam több olyan dolgot, amit közösen készítettünk. Van benne természetesen saját készítésű is, de a gyerekekkel már elég sok mindenhez hozzáfogtunk ebben az időszakban is. Ennek az időszaknak az egyik jelképe az adventi koszorú. Ezt hogyan lehet megvalósítani modern változatban? Hozott nekünk néhány adventi koszorút, amely nem hagyományos. Így van, próbálunk egy kicsit a kör alaktól is eltérni, bár annak is megvan a maga legendája, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlen kell mindig a hagyományokhoz vagy megrögzött dolgokhoz ragaszkodni, a fantáziánkat is elengedhetjük. Így alakult ki ez a dísz, amikor ezt a kis rönköt megláttam a tanári szobában, valaki behozta, és azonnal beindult a fantáziám. Éppen szakköri nap volt, úgyhogy a gyerekekkel ezt gyorsan meg is alkottuk. Tele van természetes anyagokkal, nagyon könnyen hozzáférhető bármelyik kis darab. És igazából, ha jól látom, akkor ez költséghatékony, tehát nem kerül sokba. Mi az, amit meg kell hozzá vásárolni? Hát gyakorlatilag a gyertyát, illetve a szalagot. Meg hát mondjuk az a ragasztópisztoly, amivel dolgozunk, de hát az már egy beruházott dolog, úgyhogy... A többit meg össze lehet gyűjteni. Teljesen össze lehet gyűjteni, így van. Látok ezen vagy citromot, vagy narancsot
ugye ez ilyen szárított vagy aszalt. Szárított narancs, így van. Hogyan kell ezt elkészítenünk? Mit javasol a televízió nézőknek? Nagyon egyszerű, a narancsot felszeletelem, sütőpapírra a tepsire ráhelyezem, és nagyon alacsony hőfokon, mondjuk egy 100 fokon kezdem nem is sütni, hanem szárítani gyakorlatilag, és nem is teljesen, még egy kicsit nedves állapotban én utána még hagyom a sütőpapíron, és akár egy konvektor tetején, vagy csak szobahőmérsékleten teljesen kiszárad. Tehát igazából akkor ezt mindenki meg tudja. Mindenki meg tudja. Vagy el tudja készíteni, mert ugye üzletekben is lehet vásárolni, készen, de azért az... Sokkal drágább dolog szerintem. Egy két narancssal, ha felszeletelem, tele van a tepsi, úgyhogy tényleg gazdaságos, azt gondolom. Van itt még másik, úgymond adventi koszorú vagy asztaldísz, ez hogyan készült, amit látható előttünk, meg is mutatom a televízió nézőknek közben. Igen, nincsen stabilra, mert ez csak rá van helyezve. Az az ötletem jött, hogy rendezgettem a szekrénybe, és találtam olyan tejákat, amit úgy gondolom, hogy lejárt a szavatossága, nem fogjuk meginni. Ezért gondoltam, hogy illatanyagnak viszont tökéletes lesz, így fogtam hasonló kis poharakat, beletettem, és akkor a mécseseket pedig a közepére helyeztem, a falapról rátettem, és gyakorlatilag... Tehát ide még igazából ragasztópisztolyra sincsen szükség. Nem. Gondoltam rá, de úgy gondoltam, hogy mégsem, hiszen újra hasznosítható a pohár, hogyha elmúlt advent ideje. Látok itt még egy adventi koszorút. Ez már klasszikus. Tehát gyakorlatilag, mert ez külön van ez a díszünk, és akkor ez is egy asztaldísz, szintén illattal, ez pedig csak egy sima klasszikus kör alakú piros itt is aranyal, ugye a természetes anyagoktól. És itt is a természetes anyagok is, mondjuk ezt is mécsessel oldottam meg az idén, az egy kicsivel szintén olcsóbb dolog, mint gyertyát vásárolni. Ha már a teákról beszéltünk, akkor hozott egy nagyon ötletes díszt gyakorlatilag. Igazából, vagy ez inkább már ajándék? Nem. Hát ajándék is lehet. Na, végül is igen, ajándék, de ez adventi ajándék, ugyanis ezen pontosan 24 tejafilter van. Minden napra egy teja a megajándékozottnak, egyet levesz, és akkor mire elfogy a 24 nap, akkor már is itt a karácsony. Ha már koszorúról beszélünk, akkor különböző ajtódíszeket is, kopogtatókat is látunk az asztalon. Ezekről meséljen nekünk egy picit. Milyen technikával, hogyan készülnek? Ez a kopogtató nagyon egyszerűen csak bevontam egy szalaggal, és úgy, illetve több szalaggal, amin gyöngyök, szívecskék, hát egy kis eleganciával, de nagyon természetesen és nagyon egyszerűre sikeredett, olyan letisztultan. És ugye a karácsony színét is. És a piros-fehéret képviseli, tehát ez nálam teljesen beillik. Aztán van egy másik, ami ugye majd esetleg máshol is látható. Ez pedig most nagyon-nagyon divat a szörmével, vagy szörmehatású anyagokkal, akár még tollakkal is díszíteni, és akkor ezt a koszorút így bevontam. Én ezzel a filíz anyaggal, mert nekem ez van otthon, és természetesen az én kedvencemmel, a skótkockással díszítettem, illetve egy kis figurát a végére csengővel, tehát teljesen kopogtató hatása van az egésznek, meg hát kopogtató is végül is. Aztán van még egy, amit szintén lehet kopogtatónak is föltenni, vagy akár asztaldísznek is. Ezt pedig a nyakkendőket hasznosítottam újra. Használaton kívüli. Így van, a használaton kívüli nyakkendőkből készült, szerintem egy férfi szakasznak tökéletes ajtó dísz lehet, és egy kis angyalkával tettem igazából karácsonyossá ezt a díszt. Ha már erről a frízanyagról beszélünk, mondta ugye, hogy a műszörme borítás nagy divat lett az idén. Honnan indult ez el? Nekem olyan furcsa ez az anyag egy kopogtatón, vagy egy adventi koszorún akár. Megmondom őszintén, hogy nem tudom. Újságokból nézegettem
ki, és gondolom a havas hatás miatt találták ezt ki. Nem saját ötlet, hanem ez a trend, itt próbáltam én is megvalósítani. Ugye holnap, vagy hát holnap érkezik a Mikulás hozzánk. Látok itt egy Mikulást, erről szeretném a néhány szót mondani, hogyan készült, milyen technikával. Hát a Mikulás is igazából egy ajtódísz lehet. Ez egy hungarocell karikára készült, amire helyeztem egy natúrszínű anyagot, az lett az arca, erre ment a Mikulás sapka, illetve ilyen kis tül anyagból pedig a szakállát, a bajusz meg szintén ebből a fríz anyagból, szemeket rá, és akkor kész is van egy igazából klasszikus Mikulás figuránk. Apró díszeket is hozott nekünk, illetve kreatív ötleteket. Ezeket a gyerekekkel készítették a szakkörön? Így van, a gyerekekkel készítettünk. Ez egy girland, amit föl lehet tenni kandallóhoz, vagy ajtó fölé, vagy bármi. Filcanyagból. Erre egy, hát ez vásárolt szalagdísz, és egy sima natur madzagra erősítettük a ragasztópisztolyjal. De igazából, hogyha valakinek nincsen ragasztópisztolya, akkor ezt meg lehet ugye varrással is oldani. Természetesen, mi csak a gyorsaság kedvéért ragasztunk, mert azért a kisebb gyerekekkel ez a varrás még nehézkesen menne. Uh-huh. Aztán van ilyen kis modern, most fenyőfának nevezem, egy pezsgős dugóra van föl erősítve ez a drót, zsenélia drót. És akkor ezt meghajlítva, ez lett egy ilyen kis fenyőfa. Aztán készítettünk angyalkát, az angyalka pedig tortapapírból készült hungarocell golyóval, ez is szerintem olyan kis elegáns. Aztán szalvéta gyűrűt készítettünk, ami most nem gyűrű formájú, hanem fenyőfa, szintén filcanyag, és azt húztuk a skótkockás. A szalvéta, igen, az a skótkockás. Látunk itt még. Az egy hóember, ez pedig ez a manapság divatos LED mécses, az lett földíszítve hóembernek. Akkor vannak még ez a... Ez hogyan készült, milyen technikával? Pedig a pingpong labda a feje, és egy papír gurigára van a fonal fölkötözve, és akkor összeragasztva, és akkor egy ilyen kis karácsonyfa díszlet belőle. És az pedig egy dióból van, az csak egy télapó fej, ezt nagyon szerették a gyerekek készíteni. Ez pedig már egy ajándék, egy karkötő, amit gyöngyöket és erre a kis tűszalagra fűztük fel cérnával. És itt vannak, aztán ugye még az én gyerekkoromból emlékszem ezekre a klasszikus kis... Ezek csak papírból készültek, színes papírból. Hát ezt még meg lehet tuningolni egy-egy kis csillámmal, mert most nagyon divata, hogy minden csillogjon egyébként a lakásban. Aki ezt tudja tolerálni, nem haragszik a csillámporra, az nyugodtan nagyon sok dolgot beszórhat csillámporral is akár. Nekem igazából az jutott most eszembe, ugye, hogy mindent a mai világban már mindent meg lehet vásárolni a boltokban, mindenhez készen hozzá tudunk jutni. Ám ugye vannak olyanok, akik mondjuk nem tudnak megvásárolni különböző ilyen drágább díszeket, de ezek alapján nagyon szépen föl lehet díszíteni a lakásokat. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés beruházással is föl lehet díszíteni. Nyilván valamennyit mindig szánni kell rá, mert néhány dolgot meg kell venni, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés beruházással is megoldható az, hogy szépen díszített legyen a lakásunk. És akkor még egy dolgot, amit hoztam, mézes süteményeket hoztam még, amit szintén nagyon könnyen otthon a család
elkészíthet ebben az advent időszakban. Én mindenkinek javaslom, hogy üljön össze gyermekével legalább egy délutánra, hiszen ez szintén egy nagy családi program lehet. Évről évre ugye a kis kreatív szakkörével karácsonyi vásárt rendeznek, az idén várható-e hasonló összejövetel rendezvény? Hát, ami ott van nekünk, azt általában már most inkább kiállításként szoktuk használni. Megmutatjuk a többi diáknak, hogy mi miket is alkottunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és bemutatta nekünk ezeket a készült csodákat, és kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen, én is kellemes és meghitt adventi várakozást és ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy itt volt, jövőre visszavárjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, karcagi híreink következnek, melyben levetítjük önöknek a képviselőtestület soros ülését. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Rózsa Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 9 fő vesz részt a képviselőtestületből az ülésen. Távolmaradását bejelentette Lenni László Erzsébet, képviselőasszony Gyurcsák János alpolgármester úr. A ülés határozat képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendi pontokat. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Javaslom, hogy a 10-től 16-ig terjedő napirendi pontokat az zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk ezt. Tisztelt képviselőtestület, felkérem Róna Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni. Október 25-én Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást a Dériné Kulturális Központban Biztonság, kihívások és válaszok címmel. Az előadáson jelen voltak Pánti Ildikó, Karcogi Nagy Zoltán, Molnár Pál, dr. Kanász Nagy László, Szepesi Tibor és dr. Kovács László képviselők, valamint Dobos László polgármester. Október 26-án került sor a Karcagváros zöld felületeinek fejlesztése projekt záró rendezvényére és a megvalósult fejlesztések átadására. Az átadó ünnepségen részt vettek Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester. A megjelenteket Dobos László polgármester köszöntötte. Szintén október 26-án a Karcagi Hitélet emlékei című kötetet dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő ajánlotta az olvasók figyelmébe. A rendezvény házigazdája Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos volt. A könyvbemutatón Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor és Kovács Szilvia alpolgármester képviselték a városvezetést. Október 29-én Dobos László polgármester, Gyurcsák János alpolgármester és jómagam az első és második világháborús emlékműveknél, valamint a Levente emlékműnél a közelgő halottak napja alkalmából koszorúzással emlékeztünk az áldozatokra, hősi halottakra, az önkormányzat és a városvezetés nevében. Október 31-én a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat emlékkiállítást rendezett Elhunyt romák fotói címmel az Erzsébet kápolnában. Jelen volt Pánti Ildikó képviselő. November 1-én halottak napi megemlékezés volt az ókatolikus temetőben, melyen részt vett Pánti Ildikó képviselő. November 6-án megalakulásának 10. évfordulójának alkalmából Dobos László polgármester köszöntötte a Karcagi Nótakör tagjait a Dériné Kulturális Központban. Az eseményen jelen voltak Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők. November 7-én a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét levetítették Karácsony Sándor,
Kunok hazája című dokumentumfilmjét a Dérné Kulturális Központban. November 8-án tartották a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos program karcagi eredmény kihirdetését a Városházán. Jelen voltak Pán Tildikó és Molnár Pál képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester. Az önkormányzat nevében Dobos László polgármester köszöntötte a versenyzőket és a díjazottakat. November 9-én több mint 20 középfokú oktatási intézmény mutatta be képzési kínálatát a felsőtakozatos diákoknak a Városi Sportcsarnokban a térségi továbbtanulási bőze rendezvényen. Az önkormányzat képviseletében Pánti Ildikó és Szepesi Tibor vettek részt a rendezvényen. Szintén november 9-én az Erkel Ferenc Alfokú Művészeti Iskola tagintézményben koszorúzással és ünnepi hangversennyel emlékeztek Erkel Ferenc születésének 208. évfordulójára. Az eseményen Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és Szepesi Tibor, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték a városi önkormányzatot. November 11-én Karcagváros önkormányzata, a Karcagi Református Egyházközség és a Karcagi Római Katolikus Egyházközség az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából megemlékezésre hívta a város lakosságát. A megemlékező istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzták az első világháborús emlékművet, majd sor került a felújított katonasírok megáldására. A megemlékezésen jelen voltak Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Szepesi Tibor képviselők, valamint Dobos László polgármester. November 12-én a Bérletes Színházi előadássorozat első előadását láthatták a színház kedvelők. Jacques Deval Francia Szobalány című végjátékát a Turai Ida Színház mutatta be a karcagi közönségnek. November 15-én került sor a Nők a családban és a munkahelyen komplex szakmai programok megvalósítása Karcagváros térségében című projekt nyitó rendezvényére, illetve a karcagi család és karrierpont átadására. A programon részt vettek Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselők. Köszöntő beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármester. November 16-án együtt szövetségben a NATO szervezetek Magyarországon címmel nyílt kiállítás a György István Katolikus Általános Iskolában. A kiállítást dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg. Dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy és Sajner Gyula nyugalmazott ezredes ismertette a kiállítás létrejöttének hátterét, a téma időszerűségét. A város vezetését Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál, Szepesi Tibor és Kovács Szilvia alpolgármester képviselték a rendezvényen. November 17-én került sor a Madarász Imre Egyesített Ovoda Ovigála című programjára a Dérné Kulturális Központban. Az alkalomra 9 tagovoda készült színvonalas műsorral. Jelen voltak Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester. November 16 és 19-e között a német és lengyel testvérvárosai polgármesterének találkozóján Dobos László polgármester képviselte városunkat. November 22-én folytatódott a biztonságpolitikai témájú rendezvénysorozat Karcagon, a Magyarországot érintő közép- és kelet-európai biztonsági kihívások címmel. Az est házigazdája dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő meghívott előadója pedig dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Intézetének igazgatója volt. Az előadáson részt vettek Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester. November 23-án a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága Történelemtudományi Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola és Karcagváros Önkormányzata konferenciát rendezett a Városháza dísztermében. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban konfliktusok és megoldási kísérletek címmel. A város önkormányzatát Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Kovács Szilvia alpolgármester képviselték. A
A konferencia előadóit és hallgatóit az önkormányzat képviseletében Dobos László polgármester köszöntötte. November 24-én Huszár toborzó címmel szervezett egésznapos programot a Dérényi Kulturális Központ a Dózsa György úton, és ismét megrendezésre került a karcagi kolbász ízesítő és házi pálinka verseny, valamint a házi keltésztás sütemények versenye. A Kovács Mihály Huszárbandérum toborzóján lovashuszárok, sorgyalogosok, honvédgyalogosok, fegyverbemutató és toborzó tánc várták az érdeklődőket. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselő. A rendezvényt Kovács Szilvia alpolgármester nyitotta meg. November 28-án fotókiállítás nyílt a György István Nagykun Múzeumban Eleink élete szórakozás címmel. A megnyitón Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték a város vezetését. Szintén november 28-án a Csokonai Könyvtárban mutatta be legújabb kötetét Keleti örökség a nagykunság népi kultúrájában címmel dr. Barta Júlia keletkutató, etnográfus. A bemutató jelen volt Szepesi Tibor képviselő. Köszönöm szépen jegyző úrnak a tájékoztatót. Tisztelt képviselőtestület! A naprendi pontok tárgyalás előtt köszönteni szeretném Orvos Tóth Endre urat, a Szimetria Kft. Tulajdonosát, akinek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara által a megyeházán rendezett TOP 50 kiadvány ünnepség keretében a kamara elnöke aranyémet adományozott. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további munkájához jó erőt, egészséget kívánok. Kérem, hogy fáradjon ide a pulpitos elé, és egy ajándékot legyen kedves átvenni. Még egyszer. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem, a két ülés között eltelt időszakban november 10-én vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételre van lehetőség. Tessenek parancsolni. Szepesi Tibor képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, képviselőtestület. Kérdésként is meg tudom fogalmazni, de inkább kérés, amellyel polgármester úr felé, illetve a hivatal felé szeretnék fordulni. Néhány évvel ezelőtt volt már hasonló probléma, most ugyanabban a cipőben jár a Kisújszállási úti vasúti átkelő, hiszen indokolatlanul nagyon sokáig pirosat mutat a lámpa, régen elmegy a vonat, amikor még mindig piros. Nagyon sokan türelmetlenek elkezdenek átmenni ezen a piros lámpás vasúti kereszteződésen, én nagyon tartok attól, hogy előbb-utóbb ebből baleset lesz. Kérném, hogy írásban forduljunk a MÁV irányába, minél hamarabb szüntessék meg ezt a problémát, hiszen valóban egy balesetveszélyes csomópontról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelzést. Mindenképpen intézkedni fogunk. Valóban írásban fogjuk a MÁV felé közölni ezt a problémát. Magam is úgy gondolom, mindannyiunk hasonlóképpen gondoljuk, hogy ez igen veszélyes, balesetveszélyes helyzet. Köszönöm a jelzést. Van-e további jelentkezés napirendek előtt? Lengyel János képviselő, tessék pancsolni. A közmeghallgatás később kezdődik. Kis türelmet. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők, tisztelt lakosság. Nagyon fontos témába kérem a segítségüket, összefogásra kérem fel önöket, hogy összefogva együttes erővel lépjünk fel minden rendelkezésre álló eszközzel, korunk rákfenéje, a dizájner drogok és terjesztőivel szemben. Lehetőségeinkhez képest tegyünk meg mindent, hogy megtisztítsuk városunkat ezektől a bűnözőktől.
Igen, ez a rendőrség feladata, de segítség mindig jó néven veszi a rendőrség, segítsünk hát nekik úgy, hogy erényből telik. Polgármester úr felé lenne a kérdésem, hogy támogatná-e, segítené-e ezt a kezdeményezést a designerdrókkal és a terjesztőikkel szemben. Mire is lenne szükség? Van egy 21. századi technikánk, a kamerarendszer. Használjuk hát jól az ügy érdekébe. Külső város részen élő lakos elmondta, hogy fényes nappal a kamera háta mögött történik a drog értékesítése. Hogy miért nem tett feljelentést? Kérdezik önök. Mert fél. Sajnos ez nem Amerika, a tanúvédelem gyerekcipőbe jár, és senki nem akar magának bajt, mert a rendőrségen nincs olyan üvegfal, amin nem lehet átlátni. Itt a szembesítés valóban szembesítés. Országos probléma a designer drogok elterjedése, sajnos sokszor a hatóság is tehetetlen, hiszen ezek a méregkevelők fél évvel a törvény előtt járnak, van egy droglista, ami nincs rajta új képlet, az legális, havonta csinálnak 10 új képletet. Csak tájékoztatásképpen ezek viszonylag olcsó drogok, 500 forintba kerül egy szál cigaretta. Az úgynevezett kristálytól agresszívá válnak, ölni akarnak, ez a valóság, kérem szépen, itt történik. Egy hete egy külvárosi férfi egy 15 éves fiút bántalmazott minden ok nélkül Karcagon, ez elgondolkodtató. Herbárba pedig egyszerűen bele lehet halni. Ausztráliában pont fordítva van, van egy lista, ami legális drogok, gyógyszerek rajta vannak, ami nincs rajta, az illegális, ilyen egyszerű. Rengeteg papírmunka és rendőrségen és bíróságon eltöltött idő és egy ellensége jutalma annak, aki feljelentést tesz. 14 évi mezőri munkálat során ezt a rendszerhibát többször megtapasztalhattam. Javaslatom tehát, a Karcagi Hírmondóban rendszeresen meghirdetett telefonszám, ami egy olyan dílervadász anonim bejelentő rendszer része lenne, ahova bárki név nélkül betelefonálhatna az önkormányzathoz, hogy ezen a helyen, ebben az időben gyanús, ilyen rendszámú típusú gépjárművet látott, ami valószínűleg drogot árult. Ennek a bejelentésnek a valóságtartalmát kellene ellenőriznie az önkormányzat kamerarendszerét figyelő személyeknek, a kamera felvételeken megkeresni, hogy abban az időben valóban ott volt-e az a gépjármű, vagy melyik bevezető úton jutott a városba. Amennyiben bebizonyosodik a bejelentés valóságtartalma, úgy ezt a felvételt el kell juttatni a rendőrséghez, így segítve munkájukat. Kérném továbbá a lakosság segítségét, hogy gondolkozzanak és találják ki további megoldások, módszerek, drogárusok kézrekerítése ötleteinek, juttassák el az önkormányzathoz. Védjük meg gyermekeinket, tegyük élhetőbbé városunkat. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen a felvetést. Természetesen a kérdésére, amit hozzám intézeti segítenék, mindenben segítek, ez magától értetődő, hiszen mindannyiunknak kötelessége ebben lépni előre. Nyilvánvalóan a lehetőségeink azért végesek. Egyébként a múlt héten volt egy járási rendőrségi fórum, ahova nagyon sok mindenkit meghívtak, szerintem a képviselőket is ott is örömmel látták volna, hogyha jelentetszenek lenni, és ott lehetett volna igazániból felvetni ezt a problémát. Nagyon szomorú a helyzet valóban, főleg egyes város egyes részein használják ezeket a olcsóbbnak tűnő designer drogokat. Természetesen erőnköz mérten küzdünk ez ellen, de mindenképpen úgy gondolom egyrészt, hogy semmiféle osztrák példát nem kellene átvenni, ami legalizálna bármilyen drogot is, minden drog illegális ebben az országban is, egyelőre még Magyarországon élünk, és a magyar törvényeket kell betartani, azt szerint kell cselekednünk, ez az egyik. Tehát semmiképpen nem javasolnám, hogy bárki itt azt tegye föl, hogy legyen legalizálva bármilyen drog is, mindegyik legyen illegális. És mégiscsak úgy gondolom, hogy nem a Karcagi Hírmondó és a munkatársainak a feladata az, hogy ebben az ügyben hatékonyan eljárjanak. Egyébként sem lehet ezeket a bizonyos térfigyelő kamera felvételeket bárkinek megnézni, ez le van szépen szabályozva, hogy kitekinteti meg. Mégiscsak az iskolában a dolga ez, ahol a felvilágosítást, az egyáltalán a droggal való foglalkozás nagyon-nagyon fontos lenne, és ha már mégis felütötte a fejét, akkor az elhárításában pedig a rendőrségnek kell előre mozdulnia, és hogyha olyanak a törvények, hogy itt
bele kell mondani a másik szemébe az igazságot, akkor ezekhez a törvényekhez, a magyar törvényekhez kell igazodnunk mindenféle képpen és minden területen. Természetesen megvannak azért nekünk is a lehetőségeink, és én abszolút támogatom ezeknek a dolgoknak a visszaszorítását. Köszönöm szépen. Van-e további jelentkezés? Nagyné László Erzsébet képviselőasszony, tessék parancsolni. Kérdés? Nem. Hozzászólás. Kérdések vannak most. Ja. Akkor nem kívánok kérdezni. András András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Polgármester úr, találtam itt magam előtt egy levélnek tűnő valamit. Kedvenc szolgáltató cégem a Tiszamenti Regionális Vízművek levélnek tűnő kiadványa. Annyi fáradtságot nem vettek, hogy aláírják. Legalább név szerint vállalta volna az, aki ezt leírja. Minden esetre számomra az jön le ebből a levélből, hogy amit évek óta próbálunk és teszünk szóvá, és a lakosságot folyamatosan érinti, amióta a TRV gyakorlatilag megalakult, átvette a víz, szennyvíz szolgáltatást, nincs tisztességes számlázás. Ezt itt ők elég takarosan el is ismerik. Gyakorlatilag most egy nagyon szép új rendszerrel, 21. századi digitális rendszerre álltak, amiről kiderült rövid időn belül, hogy nem működik, illetve nem jól működik. Köszönjük szépen! Tehát minket egy dolog érdekel, amit elfogyasztottunk, vizet, azt fizessük ki, és kész. Tehát azt, hogy mivel küzd, milyen feladattal küzd egy ilyen cég, és hogy egy számlázás kérdését évek óta, hosszú-hosszú évek óta képtelen megoldani, ez számomra nem is tudom hova tenni a történetet. Tehát ez már nem a felháborító kategória, hanem nem is tudom mi. Én azt megértettem, hogy amíg a Bakondi Patrik úr volt ennek a cégnek a neve, valahogy beletörődtem, hogy hát olyan emberre bízták ezt a feladatot, aki többet nem is lehet elvárni. De én úgy tudom, hogy most egy talán hozzáértő ember a vezetője a Tiszamenti Regionális Vízműveknek. Hát, én nem tudom. Én tennék rá javaslatot, polgármester úr, mert tudom, hogy egy picit unalmas, hogy a polgármester urat zaklatom ezzel a kérdéssel, holott valójában ezért se nem felelőssége, se nem olyan válasza nem lehet erre a kérdésre, ami tényleg kézzelfogható és kezelhető. Én azt javasolnám, hogy hívjuk már meg a TRV részéről, ha lehet a vezérigazgató urat, hogy itt nekünk, ahogy az előbb is említettük, szemünkbe mondja el, hogy mit is várhatunk a TRV-től. Hát úgy tűnik, hogy tisztességes szolgáltatást, tisztességes számlázást sajnos nem várhatunk. De legalább egy tisztességes levelet írja már alá valaki. Szóval köszönjük. Másik dolog, amibe polgármester úrhoz fordulnék, illetve igazából a lakosság fordul polgármester úrhoz, kertek, kisvénkert. Polgármester úr, megengedi, három mondat fölolvasnám konkrétan, hogy az emberek mit szeretnének. Tehát alulírott a karcag kisvénkert lakói, azzal a kéréssel fordulunk a polgármester úrhoz és az önkormányzati képviselőkhöz, hogy tegyék számunkra lehetővé, hogy a helyrajzi szám helyett házszámot kapjunk. Sok indokuk van, sok dologban egyet is értek velük. Tehát ami úgy érzem, hogy a legfontosabb az, hogy valóban a GPS rendszer nem helyrajzi szám alapján működik, hanem utca és házszám alapján. Tehát ez erre a területre egy kiérkező katasztrófavédelem esetén tűzoltóság, vagy bármi, a mentősök szintén nem találják meg, vagy sokkal több időbe telik, mire megtalálják azt az embert, akinek segítségre van szüksége, illetve ahol a segítségre van szükség. De ez ugyanúgy igaz a posta címzés szempontjából is. Itt ezeknek a házaknak, utcáknak nevük van, utca nevük van.
számot szeretnének, házszámot szeretnének. Ez ennek érdekében aláírásgyűjtést is kezdeményeztek, és a területen összegyűlt több mint 50 ember aláírása a kérelembe. Ezt a testületi ülés után átadom polgármester úrnak. Én úgy gondolom, hogy ez elég jelentős szám ahhoz, hogy tényleg értelemben foglalkozzunk vele, és az önkormányzat a lehetőségekhez mérten ebbe a kérdésbe lépjen, és tegyük meg, hogy ezeknek a kertvárosi lakosoknak ne csak utcájuk, hanem házszámuk is legyen. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen. Hát az első felvetése a TRV ügyben, azt kell mondjam, hogy ha ön bosszantja, akkor el tudja képzelni, hogy engem mennyire bosszant ez a dolog. Nekünk kötelességünk volt ezt a tájékoztatót mindenki számára közkincsé tenni. Én sem voltam boldog, amikor olvastam, és hasonló érzések, gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Ez a rendszer bizony ezer sebből vérzik, most már ki kell mondani, mert nem csak ezek a problémák vannak, hanem olyanok is, ami kevésbé publikusak. És ami sújt bennünket, sújtja az önkormányzatunkat. És tehát gyakorlatilag minden egyes alkalommal, és nem mondom én, ezeket a felvetéseket szó nincs erről, hiszen azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük ezeket a történeteket, csak tudja nagyon jó képviselő úr is, meg itt mindenki, hogy ebben tehetetlenek vagyunk, és igazándiból, mert nem a mi reszortunk. Nem a mi reszortunk, ez nem önkormányzati feladat már, én csak azért tudok felelősséget vállalni, ami önkormányzati kötelező feladat, vagy az önként vállalt feladatokért. Ez rajtunk kívül álló történet, sajnos. Azt kell, hogy mondjam. Természetesen mindent megpróbálunk ennek ellenére, hiszen az embereket képviseljük, itt a lakosságot képviseljük a testületben, ezeken az üléseken. Akár meg is hívhatjuk, nem tartom valószínűleg a vezérigazgatórat, nem tartom valószínűleg, hogy eljön, elküld maga helyett valakit, és nem történik a világon semmi azzal, hogyha ide elhívjuk, mert az tapasztaltuk már, hogy milyen következményekkel jár semmilyennel gyakorlatilag. Inkább a háttérmunkába bízok én, amit ebben az ügyben el tudunk követni. Adott esetben is dolgozunk is ezen. Hát reméljük, hogy meg is lesz ennek a látszatja, mert végül is én ugyanúgy nem kapom a számlákat, meg itt nagyon sokan ugyanúgy nem kapják a számlákat, és még lehetne sorolni, hogy mi minden hibázik ebből a rendszerből, amit őszintén el kell ismerni, de még egyszer mondom, ez nem a mi reszortunk. Ezt a tájékoztatót viszont kötelességem volt továbbítani önöknek. Nem tudom, mennyi értéke van. A másik dolog a kertek. A kertekkel kapcsolatosan végig gondoljuk majd közösen, hogy mit évők legyünk. Azért azt is tudjuk mindannyian jól, hogy az nem lakóövezet, hanem az egy kert. És azt is tudja a képviselő úr, meg az összes itt ülő képviselő hölgy és úr, önön kívül is, hogy milyen lehetőségeink vannak, például költségvetési lehetőségeink. Tehát abban a pillanatban, amikor lakóövezetté nyilvánítunk, vagy úgy veszük, mint a lakóövezet lenne valamelyik terület, abban a szent szúrásban a városnak olyan kötelezettségei támadnak, ami meghaladja a jelen pillanatban az anyagi lehetőségeinket, mert ha úgy döntünk, akkor ott bizony sok mindent kötelező fejlesztenünk, amire egyelőre még nincs lehetőségünk. Ezt tudomásul kell venni. Az, hogy nevet adtunk, vagy adott valamikor a képviselőtestületeknek, az utcáknak, ez egy dolog. A házszámokon, ha törvényes lehetőség van erre egyáltalán, mert még ebben sem vagyok biztos, akkor esetleg tudjuk orvosolni. De mondom, ez semmilyen olyan látszat ne legyen, hogy mi ott egy város részt lakóövezetként szeretnénk fejleszteni, mert az túlmutat rajtunk, és nem is lenne igazán igazságos a belső, a valóban lakóövezetben lakókkal szemben. Van-e további jelentkezés? Ha nincs, akkor a napi rendek előtti kérdéseknek az idejét lezárom, és akkor tisztelt képviselő testület,
bejelentem, hogy általános közmeghallgatásra kerül sor, amelynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervek közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Tessék parancsolni. Kis türelmet, a mikrofon hagy érjen oda. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testületi ülés. Bocsánat, bemutatkozok, Kis István vagyok, talán többen is ismernek a jelenlegő közül, de ezt kötelességem megtenni. Egy kicsit szégyellem magam, mert olyan jellegű észrevételt teszek, ami az elhangzottakhoz viszonyítva szinte semmi. De úgy ítélem meg, hogy ha már úgy döntöttem, hogy képviselem magamat, illetve másokat a felvetésemmel, mégiscsak elővezetem. Én több mint 50 éve kertészkedek a Kisvénkertbe, amit most már Cseresznyés utcának nevezünk, kapcsolódva az előbbi felvetéshez. És hát ez a hobbim. Meg még rajtam kívül nagyon sok kerttulajdonosnak. Ez a mániája, hogy műveli a kertjét. De ez egy örömteli dolog. Nem csak versenyszerűen tesszük ezt, hanem saját örömünkre, illetve a családunk boldogságára tesszük ezt, és talán még örömére is. Ugyanakkor annak is nagyon örülök és örülünk, hogy az alpolgármester asszony felölelte ezt a hobbit, és egyre többen versenyszerűen is foglalkoznak ezzel a örömteli dologgal. Remélem, hogy ez tartós lesz. Ugyanakkor bosszantja a kertművelőket az, hogy nagyon sok kerttulajdonos nem műveli, illetve nem az, hogy nem műveli, elhanyagolja olyan mértékben a kertjét, hogy bosszant bennünket, gyakorlatilag azért, mert többlet ráfordítással tudjuk művelni a kertterületünket. Részben effektív munka ráfordítással, részben vegyszer meg egyebekkel, mert hisz olyan jellegű helyzetek alakulnak ki. Csak egy fél percben elmondom, hogy például a Ferenci Béla művész úr vásárolt ott a dűlőbe egy kertet, nem művelési céllal, hanem ott tartja a jószágait. Mivel 1 méter magas karámba tartotta a kecskéit, hát azok természetesen kiszöktek, szóltunk neki, hogy keresse meg, és fogja be. Ugyanis sok kárt csinált itt a kertbe. Kijöttek 5-en keresni és megfogni a kecskét. Az egyiket megfogták, a másikat azért nem tudták megfogni, mert a szomszéd kertembe beszabadult, és ott nem lehet utána járni, mert tele van vadrózsával, különböző jázmírral, csalánnal és egyébbel, tehát ilyen az én szomszédom, de rajtam kívül még nagyon sok kertművelő ezt el tudná mondani. Én javaslom azt, hogy a testület hasson oda, hogy minden tulajdonos a kertjét tartsa karba olyan mértékig, csak olyan mértékig, hogy a szomszédját és azt a szomszédot, aki műveli a kertjét, ne zavarja. Erre vannak példák más városokban, például Tiszaliget, tehát Szolnok, Alcsi-sziget, Miskolcon szintén több olyan terület van, ahol zárt kerteket, ha a tulajdonos nem tartja karba, nem művelési kötelezettség, csak karbatartás, akkor felszólítás, majd, hát igen, büntetésre is sor kerül. Tisztelt testület, ennyiben kívántam elővezetni a nyomorunkat, ami apró ügy, de szeretnénk elkerülni, és kérem, hogy hassanak oda, hogy erre sor kerüljen. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen kis úrnak a felvetését. Mindenképpen, ahogy a télnek vége, akkor ennek megfelelően járunk el, felmérjük ezeket a területeket, és valamilyen megoldást találunk. Ez teljesen igaz, és sok erőt kívánok a további kertműveléshez, és lelje benne boldogságát, és lehetőség szerint ne legyenek olyan szomszédai, ami ebben akadályozza. Utána járunk a dolognak, és próbálunk lépni. Teljesen jogosnak tartom a felvetést. Köszönöm. Tessenek parancsolni. Közmeghallgatás. Ideje van, ha bárkinek van közérdekű felvetése, kérdése, most nyugodtan megteheti. Amennyiben nincs, akkor a közmeghallgatást lezárom. Köszönöm még egyszer a felvetést, és akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk beszámoló a Karcagvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első három negyedévi végrehajtásáról. Érdeklődnék a szakbizottság elnökétől, hogy a bizottság milyen véleményt, álláspontot alakított ki ebben a témakörben. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Igen, természetesen a önkormányzatunk pénzügyi, fejlesztési és mezőgazdasági bizottsága megtárgyalta ezt a napirendi pontot, tehát az önkormányzat költségvetésének 2018 első háromnegyedévi végrehajtását illető anyagot. Az anyagból kiderült, hogy az önkormányzat megfelelő ütemben reálisan végrehajtotta az első háromnegyedévi költségvetést. Természetesen a költségvetés további végrehajtásának folyamatos felügyelete, ellenőrzése szükségeltetik, illetve az önkormányzati cégek, intézményeknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy a bevételek realizálódjanak teljes mértékben, és emellett a kiadásokat is megfelelő szinten tartsák, a költségvetési egyensúly és a mindenkori fizetőképesség megőrzése érdekében. Egyébként a bevételek 88,9%-ra, a kiadások pedig 45,69%-ra teljesültek idáig. A pénzügyi bizottság ezt megtárgyalta, maximálisan támogatta, és a testületnek elfogadása javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatását. Vitáról bocsájtom a napirendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor én is azt javaslom, hogy támogassuk a napirend elfogadását. Jelezzünk igen, nem, tartózkodás, 8 igen, 2 nem ellenében a napirend elfogadásra került. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, javaslat az egyes haszonbérbe adott termőföldek 2019. évi haszonbérleti díjának mértékére. Tisztelt képviselőtestület, minden év novemberében sor kerül ennek a témának a megtárgyalására, és ezt megelőzően ma a gazdasági tanácsadó testület is témájaként kezelte ezt az ügyet, és a gazdasági tanácsadó testületben az a javaslat született, hogy ne változzon, hiszen nagy dolgok nem történtek, ami indokoltá tenné a változtatást. Az 50 000 forint per hektár díj legyen továbbra is érvényben. Vitára bocsájtom, van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Bizottság ezt is jóvá hagyja, támogatjuk. Köszönöm szépen. Ha támogatjuk, mi is jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk. Javaslat a Hubai és Társai Kft. Földhaszonmérleti szerződéséről szól 439/2004 KT számú határozat módosítására. Az ingatlan helyrajzi számának a változása miatt szükséges a módosítás. Ehhez van a kérdés, vélemény? Tudjuk-e támogatni az elfogadást? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat tettük. Negyedik napirendi pontunk, javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Madarászimre Egyesített Óvoda és a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem között az EFOP
3.2.16/2016/0001 a tanuló képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben elnevelési projekthez kapcsolódóan. Köszöntöm körünkben Gulyás Ferenc intézményvezető asszonyt. Ha jól gondolom, akkor a egyetem egy pályázatot nyert, és ennek kapcsán több oktatási nevelési intézmény is bekapcsolódik ebbe a pályázati munkába, és javaslom, hogy a Madárász Imre Egyesített Óvodának a kapcsolatát is ehhez a pályázathoz támogassa a képviselőtestület. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Bizottság támogatta és elfogadásra javasolta. Rendben van. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy előrelépés, és ezzel mi csak nyerünk, illetve az ide, az itt teri óvodákban járó gyermekek csak hasznot húzhatnak ebből. Szakmai fejlődés is, egy fejlődési lehetőség is ez, sőt, én azt hiszem, hogy egy megtiszteltetés is, hogy azok között, az óvodák között van a miénk, amelyik ebbe, ehhez a munkához bekapcsolódhat. Pénzünkbe meg nem kerül. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ehhez? Elfogadását javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Esetleg intézményvezető asszony kíván-e ehhez kapcsolatban valamit mondani? Az írott anyag az teljesen egyértelmű egyébként. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk, javaslat az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek támogatására. A következő esztendőben is jó lenne, hogyha tudnánk egy kis pénzt elkülöníteni a különböző egyesületeknek, szervezeteknek, civil szervezeteknek, hogy lehessen pályázniuk. Most erre teszünk, illetve tesz a napirendi pont javaslatot. 2 millió forint értékben kerül beépítésre a költségvetésbe majd ez a támogatási lehetőség. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés hozzászólás van-e? Pánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Bizottságunk megtárgyalta legutóbbi alkalommal, és nagy-nagy örömmel vettük tudomásul, mint hogy polgármester úr is mondja, hogy ez a pályázat újra kiíródik. Az összeg ugyan nem változik, és bizonyára, hogy lesznek ismételten olyan egyesületek, olyan szervezetek, amelyek szép számban pályázni fognak. Ennek örülünk, hiszen ezért van ez a pályázat. És a kis összeg is, mint ahogyan az elmúlt évek tapasztalata is bizonyította, minden szervezetnek, egyesületnek nagyon jól jön a kis összeg is, hiszen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy városi szinten egyesületek, civil szervezetek, klubok és a többi, hadd ne soroljam, szép számmal működnek, léteznek, vannak, és a költségeik fedezetére bizonyára, hogy a pályázathoz és a pályázatokhoz a támogatása érkezik, jól jön. Örülünk neki, és biztatni szeretnénk, hogy tegyék a jövőt illetően is. A pályázati lehetőséggel éljenek. Köszönjük. Én is köszönöm szépen a kiegészítést, illetve a hozzászólást. Tisztelt képviselőtestület, egyébként nagyon-nagyon büszkék lehetünk, mert nem csak ennek kapcsán, mert itt is azért évek óta támogatjuk ezeket az egyesületeket, civil szervezeteket. Valamilyen formában nyilván lehetne a 10-szeresét, 20-szorosát is a költségvetésből kicsajtolni, de ennyi van lehetőségként. De ugyanígy büszkék lehetünk a különböző oktatási rendszerekben tanulók támogatására is, mert azért nagyon jól tudjuk, hogy például a Burza Hungarika nem mindenütt olyan egyértelműen van támogatva, mint a városunkban, hogy kezdettől fogva részt veszünk és egy komoly összeggel támogatjuk a felsőoktatásban tanulókat, még a megyénél sem mindig volt ez evidencia. És nekünk van egyéb más támogatási formánk is, amivel segítjük a diákokat. Tehát ezt kisajtoljuk a költségvetésből, ugyanúgy, mint ezt a lehetőséget is. Tisztelt képviselőtestület, ez a napirend egyébként két képviselőtársunkat, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselő asszonyt és urat személyesen érinti.
Az ülést megelőzően az érintett képviselők bejelentették személyes érintettségüket. Javaslom, hogy a testület ne tekintse kizáróoknak a fennálló személyes érintettséget, a képviselők szavazzanak az őket érintő napi rendek tárgyalása során, ezzel is kifejezésre juttatva az, hogy vállalják az adott megbízást. Ez valakinek észrevétele? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a következő határozati javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület nem tekinti kizáróoknak az érintett képviselők személyes érintettségét, és a képviselőket a döntéshozatalból nem zárja ki, úgy készeltartással jelezze. Köszönöm szépen. 10 egyhangú igennel elfogadtuk ezt, és ennél a napirendi pontnál két határozati javaslatról kell döntenünk. Ha nincs további kérdés észrevétel. Az első, tehát az államháztartás körében nem tartozó felületek támogatásáról döntsünk, erről a bizonyos 2 millió forint beépítéséről. Támogatjuk, jelezzük. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Valamint létre kell hozni egy bíráló bizottságot is ennek kapcsán. A tagjai Pánti Ildikó képviselőasszony, Szepesi Tibor képviselő, valamint Gulyás Ferencné intézményi vezető asszony. Javaslom, hogy támogassuk az ő bizottsági megválasztásukat ebben az esetben. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk, javaslat a 4815/2 helyreállítási szám alatti műfüves pálya területén létesítendő új öltöző és fejépület megvalósításához szükséges tulajdoni hozzájárulás megadására. Tisztelt képviselőtestület, az elmúlt évben adtuk át az új műfüves pályát a Szent Annai Sámuel gimnázium és szakközépiskola melletti területen. Örülök, hogy birtokba vehették a sportolók ezt a létesítményt, de úgy gondoljuk, hogy ha van rá lehetőség, hogy ez még tovább fejlődjön, épüljön, szépüljön, akkor azt a lehetőséget ki kell használni. Egyébként is a jelen állás szerint a ottani sportolók, tehát a labdarúgók a középiskola öltözőjét veszik igénybe, ami elég nehéz, mert hát ott közben órák vannak, külön edzések vannak, stb. Stb. Úgyhogy mindenképpen célszerű egy öltöző és egy olyan kiszolgáló épületnek a megépítése, ami teljessé teheti az ottani képet, nem kell olyan messziről megközelíteni a pályát, öltözőkre van szükség, zuhanyzókra van szükség, szertárra van szükség, és lehetne sorolni minden olyan dologra, ami egy sportoláshoz elengedhetetlenül szükséges. Van egy lehetőségünk, ezt én úgy gondolom, hogy használjuk ki, és akkor a elkövetkező időszakban a pálya tovább erősödik, tovább korszerűsödik. Ehhez viszont mindenképpen egy bizonyos tulajdonosi hozzájárulás megadása szükségeltetett. Ez tartalmazza ez a napirendi pont. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Előre láthatólag annyit még elmondok, Szepesi Tibor képviselőtársammal már meg is néztünk egy ilyen létesítmény Békés Csabán, ez ilyen konténerekből fog majd felépülni, de hát az természetesen nagyon szépen fel lesz öltöztetve, sokkal korszerűbb lesz, mint már a Békés Csaba is, ami jelen pillanatban ott található. Egyébként Békés Csabán egy nagyon komoly labdarúgás centrum van, tehát ha valahonnan példát lehet venni, akkor tőlük képességgel lehet. Ennyit csak úgy kiegészítésképpen megnéztük, átnéztük, jól működik, és hogyha ezt még korszerűbbé tudjuk tenni, akkor annak őszintén örülhetünk. Kérdésvélemény, hozzászólás van-e? Adjuk meg ezt a lehetőséget. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. Hetedik napirendi pontunk. Javaslat a Karcak-Tilalmasi mezőgazdasági korlátozott felelősségi társasággal kötendő a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat béletéről szóló megállapodásra. Tisztelt képviselőtestület, elég régóta húzódó ügy ez, csak egy mozaik szót mondok, TRV, ez is benne van a dologban. 2014
április 1-től vagyunk ott egy bérleti szerződés keretében ezzel a korlátlan felelősségű társasággal. Már annyiszor módosítottuk, hogy az a javaslat, hogy egy új szerződés legyen leírva, sokkal egyszerűbben átlátható és kezelhető, amiben természetesen 19. december 31-ig továbbra is szeretnénk ezt a bérleti szerződést rögzíteni. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egy hangulat támogatjuk. Köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk. Javaslat a 2015. évi milánói világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése elnevezésű projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerző kiválasztására. Azért lapozgatok itt, mert itt név szerinti a szavazás következik majd, és ehhez szükséges egy jelenléti ív. Tisztelt képviselőtestület, ahogy tudjuk, a kormány úgy döntött, hogy a pavilon Magyarországon, Karcag városában legyen újjáépítve, kulturális és hagyományőrző tevékenységek befogadása céljából. A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására, valamint az eljárással kapcsolatos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására az önkormányzat ajánlatokat kér be. A beérkezett ajánlatok közül a dr. Kovács P. Zoltán ügyvédi iroda által adott 25.639.505 forintos plusz 27%-os áfa a legalacsonyabb, így javasolt ezen ajánlattevővel a megbízási szerződés megkötése. Ezt tartalmazza ez a napirendi pont. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ez is egy előrelépés lehetne, és akkor lassanként neki is fogunk tudni fogni a megvalósításnak. Jelenkezést nem látok. Szavazhatunk akkor? Akkor mondanám a névsort, és érthetően hangosan tessenek jelezni a véleményt Molnár Pál. Dr. Kanász Nagy László. Igen. Nagyné László Erzsébet. Igen. Gyurcsek János nincs jelen, én igennel szavazok. Kartali Nagy Zoltán. Igen. Repesi Tibor. Igen. Pán Tildikó. Igen. Lengyel János. Igen. Andrássy András. Igen. Dr. Kovács László. Igen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulat támogattuk a napirendi pontot. Köszönöm szépen. 9. napirendi pontunkhoz érkeztünk a jelentésekhez. 9 darab jelentés található az anyagban. Van-e bármelyikhez is bárkinek valamilyen kérdése, véleménye? Egyben tudunk-e szavazni? Javaslom, hogy igen. Ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen! Felkérem Rózsus Ádám jegyző urat, hogy az előzetes programról adjon tájékoztatást. November 29-én, azaz ma, Badár Sándor humorista önálló estjére várják az érdeklődőket a Bérénél Kulturális Központban. November 30-án tartja a Varó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium végzős diákjainak szalagavató ünnepségét a Bérényi Kulturális Központban. December 1-én műsor este hívják a szervezők az érdeklődőket a Kiskutyusi Általános Iskolába. A rendezvény bevételét az iskola kerítésének felújítására fordítják. Szintén december 1-én kerül megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei asztali tenisz diákolimpia döntője a Városi Sportcsarnokban. December 5-én jótékonysági Mikulás fotózásra várják a kicsiket és nagyokat a Kossuth térre a Városháza elé. A Mikulásnak átadott ajándékokat a rászoruló családoknak juttatják el a Karcagi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai. December 8-án adventi játszóházba várják a családokat a Városi Sportcsarnokban.
kézműves foglalkozásokkal, mézes kalácsütéssel, népi játszótéri foglalkozásokkal, légvárral és sok meglepetéssel készülnek a Dérinyi Kulturális Központ munkatársai. December 12-én és 13-án rendezik meg az alsótagozatos sok mesemondó versenyét Jégvirágok címmel a Csokonai Könyvtárban. December 13-án kerül sor a Kovács Mihály Általános Iskola karácsonyi ünnepi műsorára a Dérinyi Kulturális Központban. December 14-én a Karcagi Szakképzési Centrum Centrumba című jótékonysági örömzenei koncertjére várják az érdeklődőket a Dérinyi Kulturális Központban. December 15-én és 16-án rendezi meg a Nagykun Galamb kiállítást a Karcagi Galambtenyésztő Egyesület a Városi Sportcsarnokban. December 15-én kerül sor a Dalmarinc Klub évzáró gála estéje szintén a Dérinyi Kulturális Központban. December 18-án Nektár Színház Diótörő című balett előadását láthatják a Dérinyi Kulturális Központban. December 19-én kerül sor a Bérletes Színház második előadására. A Turaida Színház előadásában a Hippolita Lakály című zenés végjátékot láthatják a színház kedvelők. December 21-én az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adnak karácsonyi hangversenyt a Dérinyi Kulturális Központban. Adventi alkalmak lesznek Karcagváros önkormányzata, a Karcagi Református Egyházközség, a Karcagi Katolikus Egyházközség, a Dérinyi Kulturális Központ és a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület szervezésében. December 2-án a Városháza dísztermében Dobos László polgármester gyújtja meg az adventi koszorú első gyertyáját. Ezután Pál István szalonna és bandája Népzene a Kárpátok medencében című műsorára várják az érdeklődőket. December 9-én a református nagy templomnál lévő kopjafánál ünnepi beszédet mond Kovács Sándor országgyűlési képviselő, az adventi koszorú második gyertyáját nagytiszteletű konstibor Esperes gyújtja meg. Közreműködik a Karcagi Református Egyházközség énekkal. Ezután az Omega Együttes ad koncertet a Református Nagy Templomban, Omega Oratórium 2 címmel. A koncertre jegyek a Dérinyi Kulturális Központban válthatók. December 16-án a Lelkünk Mélyén című ünnepi műsorra várják az érdeklődőket a Dérinyi Kulturális Központban. Ünnepi köszöntőt mond, és az adventi koszorú harmadik gyertyáját meggyújtja Pesti Csaba baptista lelkész. December 23-án az adventi koszorú negyedik gyertyáját meggyújtja, és köszöntőt mond dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. A Karcagi Római Katolikus Egyházközség nevében pedig Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos. Az ünnepi műsorban fellép a Karcagi Városi Kamarakórus, a Karcagi Vonósnéges és a Karcagi Polgármesteri Hivatal Hivadal Kórusa. Köszönöm szépen a tájékoztatót. Tisztelt Képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2018. december 13-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a Képviselőtestület. Van esetleg valamilyen napirendi ponti javaslat erre az ülésre? Ha nincs, akkor köszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját. A mai testületi ülést bezárom, mindenkinek nagyon jó pénzt kívánok. Kedves nézőink, Dobos László polgármesterrel a legújabb karcagi beruházásokat tekintettük meg a közelmúltban. Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik. Üdvözlöm Dobos László karcagváros polgármesterét. Az önkormányzat melyik intézményében vagyunk és milyen fejlesztések zajlanak? Jelen pillanatban a Völgyfa úti óvodában vagyunk, és látható módon egy óriási beruházás kellős közepén. Topos pályázaton nyertünk 200 millió forintot, ez egy 100%-os visszanemtérítendő támogatás, amit a Völgyfa úti óvoda teljes rekonstrukciójára használunk föl. Mikor kezdődött a beruházás, és mi a befejezés várható időpontja? Ez év június végén a birkafőző után kezdődtek meg a munkálatok, és várhatóan április végére be is fog befejeződni, úgyhogy a következő
óvodai nevelési évet már itt fogják tudni megkezdeni a óvodások egy teljesen felújított korszerű óvodában. Hol tartanak most a munkások, milyen feladatokat végeznek? Hát gyakorlatilag ez az egész épület, ami egyébként tényleg óvodának épült valamikor, csontig le lett csupaszítva, tehát csak a tartószerkezetek maradtak, a falak egy része, és minden meg fog újulni. Az idő alatt, mióta elkezdték a munkálatokat, nagyon szépen haladnak, láthatjuk itt a bejáráson is, hogy körülbelül egy olyan közelítenek az 50%-os teljesítési szinthez. Hát az volt a cél, hogy a rossz idő beállta előtt a külső részek megújuljanak, és a benti munkálatokat lehessen a rosszabb időben, a téli időszak alatt végrehajtani, megcsinálni. Ezen vannak, hát látható módon itt mögöttünk is már a plafonokat glettelik, a szigetelések már fönt vannak, és rövidesen érkeznek a nyílászárók, azok is behelyezésre kerülnek, tehát szépen haladnak. Miért fontosak az önkormányzat számára ezek a beruházások, fejlesztések? Hát az óvodai fejlesztések különösen fontosak, hiszen az egyik legnagyobb intézménye a városnak a Madarász Imre Egyesített Óvoda, és hát gyakorlatilag majdnem minden évben, de két évente nekilátunk egy-egy óvodai tagintézménynek a felújításához, és most az Öltfőúti óvoda került sorra, hiszen már nagyon-nagyon le volt rakva, és megérett arra, hogy a ide járó gyerekek is egy szép és méltó környezetbe tölthessék a napjaikat. És én nekem szent meggyőződésem, hogy a környezet az mindig meghatározza a munkának, az ott tartózkodásának a minőségét is, tehát egy szépen felújított intézményben jobb és eredményesebb munkát lehet végezni. Üdvözlöm Dobos Lászlót, Karcagváros polgármesterét. Milyen fejlesztések zajlanak? Horváth Ferenc úti idősek otthonában vagyunk, és láthatjuk, hogy egy nagyon komoly építkezés folyik itt ebben az intézményben. A pince felújítása történik meg. Milyen forrásból? Belügyminisztériumtól kértünk segítséget, mert olyan állapotban volt ez a pince, hogy már tarthatatlan volt. Meg kellett javítani, és a belügyminisztériumtól kaptunk 244 millió forintot erre a célra. Az önkormányzat számára miért fontosak ezek a beruházások, mint ez is például? Hát ez azért volt fontos, mert lassanként a működését veszélyeztette az intézménynek, hiszen a pince fölött található sok minden olyan helyiség, például a konyha, ami nagyon-nagyon sok embert lát el, nem csak az itt élő, lakó időseket, hanem minden hordják is az ebédet nagyon sokan, és hát ezek a hihetetlen nehéz üstök már komoly veszélyben voltak, hiszen érezhető volt, hogy lassanként felpúposodik a pince födém, és mindenképpen ki kellett javítani ahhoz, hogy a működés folyamatos legyen. Milyen munkálatok zajlanak éppen? Hát, ugye múlt héten lett elkezdve, jelenleg pillanatban le van takarítva a régi poros süvegfödém. Felületkiegyenlítés történik, mert ugye a terv szerint egy új vasbeton lemez fog kerülni, ami függetlenül lesz a régi korrodálódott, meg elhasználódott födémről. Ugye modern anyagokkal, hőszigetelés, vízszigetelés, minden meg lesz csinálva. Meg pince szint jelenleg föltárás alatt van, úgyhogy most próbáljuk így úgymond szárába szedni a dolgokat, mert ugye mindenki tervek is úgy készültek, hogy további föltárást igényelnek, ugye attól függően, hogy mit találunk. Ugye tudomásul kell venni, hogy ez egy 150 éves épület. Úgyhogy jelenleg nagyobb problémák nincsenek, úgyhogy valószínű, hogy minden rendben lesz. Akkor a várható a munkálatok befejezésének időpontja? Két ütemre bontottuk ugye ezt a projektet. Van a régi tűzoltó szertár, meg a gyógyszertár, azt hiszem. Üzletek, szóval az most még nem nyújtunk, mert az információk szerint a legfontosabb ez a újra üzemkész állapotba hozni a konyhát, de hát ugye ez itt alapvezetékcserék szükségesek, elhasználódott közművek. Fél éves határidő van rá, de szerintem
február-március körül azért ez már úgy, ahogy, hogy mondjam, üzemképes állapotba hozható. Hát aztán már meglátjuk, hogy még mi történik, mert még a pincében ugye van másfél méter régi szénpor, föld, minden egyéb ilyen dolog, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi van még alattam, hogy a városi szennyvíz csatlakozások, meg ilyesmi, hogy milyen állapotban vannak. De hát igyekszünk mindenféleképpen. Ez a fő prioritás most ez a egyes ütem. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Jövő heti viszontlátásra mindenkinek!